Szeretettel köszöntök mindenkit, aki most a képernyők előtt velünk van. Lassan végére járunk egy nehéz évnek, melyre rányomta bélyegét az egészségügyi helyzet, annak minden következménye, gyászoló családok, betegeket ápoló férjek, feleségek, gyermekek, ennek a megmondhatói. De mindezek ellenére és mindezek között megtartott bennünket az Úr, ezért jó reménységgel lehetünk a jövendő felől. Jó reménységünknek az oka pedig nem más, mint hogy gyermek adatott nekünk ma, Immánuel Jézusban, velünk van az Isten. Egy szolgálat csokorral szeretnének a gyermekek és felnőttek örömet szerezni a szülőknek, nagyszülőknek, dédszülőknek. A szolgálat csokor elején ismert és kevésbé ismert költők, írók tollából hallgatjuk meg a karácsony üzenetét. Mindegyikben közös lesz tehát az, hogy a karácsony titkáról, karácsony öröméről fog szólni. Kérjük, fogadják szeretettel a gyermekek és a felnőttek szolgálatát. Valakire várunk, pedig itt van nálunk. Rád nézek, és látom, arcod ragyog, és én csak némán bámulok. Valakire vártunk, utánunk jött. Ez az öröm, a napom is fénybe öltözött. Ragyog, kérlek, te is. A Szentlélek szól, meg, megint. Csoda járja lépteit, s nem talál ajtót. Hát nyisd te neki. Újra-újra eljön, szeretet a neve. Jézusom, légy mindig velem. Adi Endre, karácsony. Harangú csendül, ének szendül, messze zsonga, hála ének. Az én kis kedves falunkban karácsonykor magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni. Az én kedves kis falunkba a messiás boldogságot szokott hozni. A templomba hosszú sorba indulnak el ifjak vének, az én kedves kis falunkban hálát adnak a magasság Istennek. Mintha itt len a nagy Isten, szent kegyelmesünk, na szállna az én kis falunkba, minden szívben csak szeretet lakik. Az én kis Krisztus. Bántja a lelkem a nagy város durva zaja, de jó volna ünnepelni oda-haza. De jó volna tiszta szívből, úgy, mint régen fohászkodni, de jó volna megnyugodni. De jó volna mindent elfelejteni, de jó volna játszadozó gyermek lenni. Igaz hittel, gyermek szívvel a világgal kibékülni, szeretetben üdvözülni. Ha ez a szép reggel igaz hitté válna, ó, de nagy boldogság szállna a világra. És a gyarló ember lenne újra, talizmánja lenne a szomorú útra. Golgota nem volna, ez a föld élet, egy erő hatná át a nagy mindenséget. Nem volna más vallás, nem volna csak ennyi, Istent imádni és egymást szeretni. Karácsony reggel, ha valóra válna, igazi boldogság szállna a világra. Juhász Gyula, karácsony felé. Szép tündérország támad föl szívemben ilyenkor, decemberben. A szeretetnek csillagára nézek. Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet. Ilyenkor, decemberben. Bizalmas szívvel járom a világot, s amit az élet vágott, beheggeztem a sebet a szívemben, és hiszek újra égi szeretetben, ilyenkor, decemberben. És valahol csak kétkedő beszédet hallok, szomorúan nézek. A kis Jézuska itt van, a közelben. Legyünk hát jobbak, és higgyünk, rendületlen.
és ne csak így, decemberben. Ámen. Az evangélium a jó hír, örömhír, karácsonyi nagy örömhírnek az üzenetét a Biblia szövege és énekeken keresztül tolmácsoljuk. Szóban és ének szóban a karácsony üzenetét. Fogadják szeretettel a gyermekek szolgálatát. Történt azokban a napokban, hogy Augustus császára rendeletet adott ki, hogy írják össze az egész földet. Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Népszámlálást hirdetünk, mindenki menjen abba a városba, ahonnan származik. Népszámlálás lesz! Népszámlálás lesz! Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriába Quirinius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József Nazaretből Judeába. Hogy összeírják jegyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje. És megszülte első szülőt fiát, bepújáltak, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. A jászolban gyermek fekszik, édesanyja ráhajolt, illatára feléje a szénasárakról. Szívem, mi?
anyáztak azon a vidéken, a szabad ég alatt, és örködtek éjszaka anyájuk mellett. Messze kint anyájuk mellett hírt kaptak a pásztorok. Ének csendül a magasból, zengte 100 angyaltorok. És az Úr anyja megjelent, neki körülragyogta őket. Az Úr dicsősége és nagy félelem vett erőt rajtuk. És az angyal ezt mondta neki, ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jelen pedig ez lesz számotokra, találtok egy kisgyermeket, aki bepójába fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták. Ne féljetek! Mert hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig az lesz számotokra, találtok egy kisgyermeket, aki bepolyával fekszik a játszóba. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Mikor Jézus született, angyalok így énekeltek. Az Istennek dicsőség, embereknek békesség. Folytassuk az éneket, hogy mindenki hallja meg. Mi ragyogó fény tárad az égben, betvárni nyuszik a fény a zenében. Én így csodának nyíltad az ég, szent örömet, szent gazdai nép. Megszületett a Jézus. Békesség.
jöttek sietve, s megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták őt, elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok hirdettek. És mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak neki. A jászolnál olyan megpihenni, Úr Jézusban gyönyörködni, imádni őt bölcsen, pásztorokkal, énekelni néki angyalokkal. Jászol, senkitől sincs távol. Az egész világról oda mindenjutnak, akik szívük mélyén, Szent Karácsony éjjén feléje indulnak. Kétezer évvel ezelőtt élnél, vajon mit tennél, mondd csak mit tennél, a jászolhoz ugye eljönnél. Vajon mit tennél, mondd csak mit tennél, a jászolhoz ugye eljönnél. Pásztor lennél vagy bölcs, követnéd -e azt a csillagot, vagy mondjuk hinnél-e annak az angyalnak, aki meglátogatott. Mondd csak, hinnél-e annak az angyalnak, szeme fényében ne keresd itt pompát, gazdagságot, keresd azt, ki megváltja a világot.
ezer évvel ezelőtt élnél, vajon mit tennél, on csak mit tennél, a jászolhoz ugye eljönnél. Vajon mit tennél, on csak mit tennél, a jászolhoz ugye eljönnél. Ha pásztor lennél, vagy bölcs, követnéd azt a csillagot, vagy mondjuk hinnél-e annak az angyalnak, aki meglátogatott. Mondd csak, hinnél-e annak az angyalnak, aki meglátogatott. Gyere el a jászolhoz, még ma szeme fényében, ne keresd itt pompát, gazdagságot, keresd azt, ki megváltja a világot. Gyere el a jászolhoz, még ma éjjel találkoznak kell, Isten szeme fényében, ne keresd itt pompát, semmi vagyok. Ha szétosztom a vagyonomat, de semmi szeretet nincs bennem, semmi hasznom abból. Szeretet türelmes. A szeretet jóságos. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérgedik. A szeretet nem fogalmazik fel. A szeretet nem viselkedik bántóan. A szeretet nem kereti a maga hacsnál. A szeretet nem gerjed haragra. A szeretet nem rólja fel a rosszat. A szeretet nem örül a hamisságnak. A szeretet együtt örül az igazsággal. A szeretet mindent elfedez. A szeretet mindent hisz. A szeretet mindent remél. A szeretet mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. Profétálás el fog töröltetni. Legyen nyelveken szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk. És töredékes a profétálás. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szólított, mint a gyermek. Úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert kör által humánisan látunk. Akkor pedig színről színre. Most teredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is. Most ezért van valami itt a remény, a szeretet, a három, ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.
Istentől gazdagon megáldott karácsonyi ünnepeket kívánunk mindenkinek. Köszönjük meg tisztelő figyelmüket! Végezetül hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk, adjunk hálát Istennek a karácsony csodájáért. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy eljöttél, érettünk ebbe a világba, irántunk való szeretetedből, és ez nem csak egy emlék, egy történelmi esemény, hanem életünket, mindennapjainkat meghatározó esemény. Segíts, hogy valamit megértsünk ennek a csodájából, a te szeretetednek a mélységéből, hosszúságából, szélességéből, magasságából, és segíts, hogy viszont szeressünk téged. Nem csak ilyenkor, ünnepek idején, hanem mindenkor. Köszönjük. Amen.